Köszöntöm nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Sarkadi Krisztina vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Megoldódott a több éves probléma, felújították a csapadékvízelvezető rendszer több aranyai településen. Idegi eredetű fájdalmak, pécsi közreműködéssel készülhet gyógyszer. Robotizált ápolás, tudományos nap az egészségügyben Pécsen. Pécsre költözött a Mikulás, megmutatják a szobáját a Márkus Színházban. Megújult a belterületi csapadékvízelvezető rendszer több aranyai településen is. Ezúttal Köblény és Somberek lakosai ünnepelhettek, ahol 100, illetve 150 millió forintból modernizálták a rendszereket. Köblényben emellett a Magyar Falu programnak köszönhetően is megvalósultak beruházások. Megoldódott a belterületi vízrendezés több éves problémája Köblényben és Sombereken is. A baranyai településeken egy-egy top pályázatnak köszönhetően valósultak meg a beruházások. A csapadékvízelvezető rendszer újulhatott meg. Ehhez hasonló fejlesztések egyébként az egész megyében zajlottak az elmúlt években. Baranya szerte 51 helyszínen valósultak meg a Köblényihez és a Somberekihez hasonló csapadékvízelvezetés javítását célzó beruházások több mint 6 milliárd forintból, és nem állunk meg, hiszen a most induló fejlesztési időszakban is egy 2 milliárdos induló kerettel biztosítjuk azt, hogy ez a program ez folytatódjon. Itt Köblényben több mint 100 millió forintból, Sombereken 150 millió forintból sikerült. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a település igényeit kiszolgáló modern és az extrém időjárásnak is sokkal inkább ellenálló csapadékvízelvezető rendszert kiépíteni. Köblény emellett más területen is fejlődött. A település egy falubusszal gazdagodott, melyet az önkormányzat több mint 15 millió forint értékben vásárolhatott meg. Ezen kívül egy járdaszakaszt is felújítottak, 100 métert is meghaladó hosszúságban. Ezek a beruházások pedig mind a Magyar Falu programnak köszönhetők. A térség országgyűlési képviselője stábunknak azt mondta, az ilyen kis települések csak nyerhetnek ezekkel a pályázatokkal. Hargitai János kiemelte, hogy a jövőben a kormány folytatja a programot. A kormány most dolgozza át a jövő évi költségvetést, az év végére nyilvánvalóan megtörténik. Ebben a beteg időszakban, amit most a világ és Magyarország is él, itt ugye a háborúra, szankciók hatására, inflációra utalok, nyilvánvalóan 23-ban nem várható olyan léptékű fejlesztés, mint amit eddig a települések megszoktak, de én már azt eredménynek tekintem, hogy a Magyar Falu programot nem kellett leállítanunk, folytatni akarjuk, és azt gondolom, hogy 24 már egy olyan év lesz, amikor európai uniós források és magyar költségvetési források is nagyságrendekkel nagyobb számban állnak majd rendelkezésre. Miniszterelnökség egyébként csak idén 14 pályázati kiírást tett közzé a Magyar Falu programban, melynek kedvezményezettjei az 5000 lélekszám alatti települések önkormányzatai, az önkormányzati társulások, az egyházközségek és a civil szervezetek voltak. Pénteken emlékezünk az 1944-45-ben Szovjetunióba hurcolt magyarokra. Az országgyűlés 2012. május 21-én nyilvánította, november 25-ét a Szovjetunióba hurcolt magyarok politikai rabok és kényszermunkások emléknapjának. Annak emlékére, hogy 1953-ban ezen a napon léphetett Nyíregyháza Sóstón ismét magyar földre a gulág borzalmai túlélő rabok első csoportja. Legalább 800 ezer magyar állampolgárt hurcoltak el 1944 őszétől kezdve hadifogolyként vagy internátként a Szovjetunióba több éves kényszermunkára. Természeti kincsek, gazdag kulturális és építészeti látnivalók, kulináris élvezetek, ez jellemzi Baranyát. Egy kutatás szerint mégis alacsony a megye turisztikai láthatósága, amin szeretnének változtatni. Erre készült el Baranya turisztikai stratégiai terve, ami 2030-ig szeretne javítani a jelenlegi helyzeten. Jók az adottságai Baranyának, de ez nem látszik az idegenforgalmi mutatókban. Hogyan lehetne ezen változtatni? Erről szól a megyei turisztikai stratégia, amiről a megyei közgyűlésen hallhattak előadást a képviselők Pécsen. Nem vagyunk láthatóak. Tehát országos szinten nincs meg a térségnek az az átfogó egységes megjelenése, ami megmutatna minket a belföldi turisták és a külföldi turisták számára is. Tehát úgymond a láthatóságunkon kell javítani. A másik fontos dolog pedig a megyén belüli szolgáltatóknak az együttműködése. Tehát nagyon fontos megállapítás volt, hogy a szolgáltatók egy része nem ismeri sajnos egymást.
Ezért hiányoznak azok az üzleti-gazdasági kapcsolatok is, amik növelhetnék a szektor bevételeit. Ezekre a megállapításokra jutottak a szakértők. Ennek látszólag ellentmond, hogy például mindenki ismeri a villányi borokat az országban, vagy a harkányi gyógyfürdőt, de Pécs nevezetességeiről is sokan tudnak. Ezek a húzó neveink, mondja a vezérigazgató, de nem csak Pécs, villány, harkány jelenti a megyét, vannak még értékek ezen a területen. Aktív ökoturizmusban fantasztikus szereplőink vannak, a borturisztikában, gasztroturizmusban, ugye olyan szereplők is megjelentek az elmúlt időszakban, akik nem feltétlenül csak villányhoz kötődnek, illetve Pécshez kötődnek. Tehát mi azt gondoljuk, hogy a megyének a látogatottságát, az átlagos költést a megyében, ami ugye igazából a pénzügyi eredményeket, a helyi GDP-nek a növekedését tudja eredményezni, azt úgy lehet elérni, hogyha teljes megyében a látogatók számát tudjuk növelni, és az átlagos költést tudjuk növelni. Nem nagy fejlesztésekben kell gondolkodni, hanem olyan marketing eszközökben, ami ismertebbé teszi a ma még turisztikailag láthatatlan lehetőségeket. Ezek mellett pedig a helyi együttműködéseken kell javítani a vendéglátás, szállás szolgáltatás területén. Ezt 2030-ig részletezi a megyei turisztikai stratégia. Több fizetési kedvezményt, haladékot, illetve adminisztrációs könnyítést jelent országosan, így a megye 1000-nél több szálláshely szolgáltatója számára a kormány napokban elfogadott újabb veszélyhelyzeti rendelete. A Magyar Turisztikai Ügynökség kezdeményezésére elfogadott kormányrendelet egy átfogó csomag keretében 6 intézkedéssel enyhíti a turisztikai vállalkozások terheit, javítja a gazdasági helyzetüket, segíti napi működésüket. Ezek keretében a 2022. október 1-e és 2023. március 31-e közötti időszakra nem kell megállapítani, bevallani és megfizetni sem a 4%-os turizmusfejlesztési hozzájárulást, így több milliárd forint marad a szolgáltatóknál. Ugyancsak hasznos kedvezmény, hogy 2023. július 1-ére módosul a turisztikai adatszolgáltatás kezdőnapja. További könnyebbség, hogy 2023. december 31-éig továbbra sem szükséges a 14 év alatti vendégek okmányainak adatait beolvasni. Szűnni nem akaró fájdalom a derékban, sajgó ízületek, sokan éreznek hasonló panaszokat, de más betegségek, sérülések kísérője is lehet a hosszantartó, idegi eredetű fájdalom. Ennek enyhítésére jelenleg nincs elég hatékony gyógyszerünk. Éppen ezért lehet fontos a magyar kutatók, köztük pécsi orvosok munkája is, amiben egy ígéretes vegyületet tesztelnek éppen az idegi eredetű fájdalmakra. Az eredmények eddig igazolják a várakozásokat, de még 3-5 év legalább, amíg megvásárolható gyógyszer lesz a magyar kutatók fejlesztéséből. Neuropátia, vagyis hosszantartó idegi eredetű fájdalom, a lakosság 20%-a küzd ezzel, amire eddig nem volt igazán hatékony fájdalomcsillapító. Számos betegség tartozhat ide, mondja a szakember. Például az ízületi gyulladáshoz kapcsolódó, perifériás idegkárosodáshoz kapcsolódó fájdalomállapotok, derékfájás számos típusa is neuropátiás komponenseket is tartalmaz, és ezek a hosszantartó fájdalomállapotok nagyon sok esetben, az esetek jelentős százalékában nem kellőképpen csillapíthatók a jelenleg rendelkezésre álló fájdalomcsillapítókkal. Azonban remény van most egy teljesen újszerűen működő gyógyszer kifejlesztésére. A hatóanyagát magyar kutatók találták, aminek vizsgálatában és gyógyszeri fejlesztésében részt vesznek pécsiek is. A koncepció Mátyus Péter professzortól származik, aki abban az időben a Semmelweis Egyetem Szerves Vegytani Intézetének a vezetője volt, a 2000-es évek első felében fejlesztette ki ezt a vegyületet, és ő 2012-ben keresett meg engem egy gyulladásos modellekben történő teszteléssel kapcsolatban. És amikor elmagyarázta ennek az új koncepciónak a lényegét, akkor az én fejemben fogalmazódott meg az a gondolat, hogy a mechanizmust ismerve esetleg jó lehet idegi eredetű fájdalmakra is. Azóta már egészséges önkénteseken vizsgálták a vegyület hatását, ami biztató eredményeket hozott. A következő lépcsőfok, hogy betegeken is kipróbálják klinikai körülmények között. Helyes Zsuzsanna professzor azt mondja, ezután még a legjobb esetben is 3-5 év még, mire patikában kapható gyógyszer lesz a vegyületből. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint idén októberben már 5. hónapja haladta meg a 4,7 millió főt a foglalkoztatottak száma. A 15-64 évesek foglalkoztatási rátája március óta meghaladja a 74%-ot, egyben az uniós átlagot.
2022. októberében a munkanélküliség 3,6%-ot, míg a munkanélküliek száma 176 ezer főt tett ki. Mindez azt jelenti, hogy egy év alatt 12 ezerrel, 2010-hez képest pedig mintegy 300 ezer fővel csökkent a munkanélküliek száma. Az adatokat kommentálva Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter elmondta, hogy a kormány azonban folyamatosan vizsgálja a kialakult gazdasági és munkaerőpiaci helyzetet, szükség esetén pedig azonnal beavatkozik. Ezért hirdették meg a 150 milliárdos gyármentő programot, a 200 milliárdos gyármentő garancia és hitelprogramot, de ennek keretében indult meg az energiaintenzív feldolgozóipari KKV-k 200-220 milliárdos támogatási programja is. A robotok segítik az ápolók munkáját. Többek között erről is hallhattak innovatív szakmai előadást az érdeklődők azon a tudományos napon, amelyet a Magyar Egészségügyi Szakdolgozók Baranya megyei területi szervezete rendezett Pécsen a Tudásközpontban. A tudományos napot 15. alkalommal tartották meg, amelyen díjakat, elismeréseket is adtak a kiválóan dolgozó munkatársaknak. Ma már az egészségügyben egy jól képzett robot képes arra, hogy testhőmérsékletet, vérnyomást mérjen. Egy magatehetetlen állapotban lévő paciens pedig még tisztába is tesz. Ezek a műveletek óriási segítséget jelentenek egy ápoló gondozó számára. Erről a témáról innovatív szakmai előadás szólt az egészségügyi szakdolgozók tudományos napján. Olyan prototípus fejlesztéseink vannak, amelyek akár az egyes kifejezetten nagy populációt érintő betegségek tekintetében adnak az ápolóknak diagnosztika, illetve dokumentációs területen tehercsökkentési lehetőséget, ilyen például a 3D sebszkenner fejlesztésünk, amelynek prototípusát már valós klinikai környezetben teszteljük. A megújulás, a szakmai fejlődés pedig elengedhetetlen ezen a területen is, ami egy betegbiztonsági kérdés is. Ez bizonyítja ez a tudományos nap. Ez egy olyan hivatás, ami folyamatosan fejlődik. Mindig meg kell újhodni, és az a tudás, amit a szakképzési iskolában, ez egy egyetemen tanult valaki, amire végez, már mondhatom, hogy kopik, és már újabb és újabb elvek jönnek ki. Tehát a kollégáink úgy élik a mindennapjaikat, hogy szabadon választható továbbképzéseken, konferenciákon, szakmai napokon, vagy kötelező továbbképzéseken vesznek részt. Szekeresnyi Izsák Margit, a MESZK Baranya megyei területi szervezet elnöke azt reméli, lesznek olyan munkatársak, akik szívesen alkalmazzák majd a robottechnikát a betegápolásban. A témák tekintetében próbáljuk mindig a legújabb tudományos eredményeket, kutatások eredményeit bemutatni a szakdolgozóknak. Jelenleg a robottechnika kerül előtérbe. Azt gondolom, hogy ebben a humán erőforrás helyzetben, ami jelenleg van, valamennyire lesz létjogosultsága majd ennek, bár még egy kicsit azt gondolom, hogy idegenkedve fogadjuk ezeket a dolgokat, de bízom benne, hogy azért lesznek olyan segítőink, akik majd a mindennapi betegellátásban részt tudnak venni. A tudományos napot 15. alkalommal rendezte meg a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Baranya megyei területi szervezet. Az ünneplésnek Pécsen a Tudásközpont adott otthont. Az ünnep alkalmából díjakat, elismeréseket is átadtak. Baranya megye kiváló szakdolgozói közösségi díjban a PTE Klinikai Központ Ápolás Szakmai Igazgatóság Dietetikai Szolgálat szakdolgozói részesültek. Üzembe helyezték az elmúlt napokban azokat a tájékoztató táblákat, amelyek az okos parkolási rendszer adatainak, a szabad parkolóhelyek számának közlésével a pécsi belvárosi közlekedés tehetik gördülékenyebbé, közölte az önkormányzat. A belváros nem forgalomcsillapított övezeteiben három ütemben összesen 709 darab szenzor telepítettek. Ezek révén az autósok egy telefonos applikáció segítségével láthatják, hogy pontosan mely parkolóhelyek szabadok az érintett utcákban. A fejlesztés legújabb üteme kiegészítő információt szolgáltat az autósoknak, hiszen az információs táblák a szabad parkolóhelyek számát mutatják, a pontos helyüket azonban nem. A kijelzés két színben történik, ha nincs szabad parkolóhely, akkor piros nullával, ha van, akkor zöld számmal. Az okos parkolási rendszer igazán kényelmes használatához továbbra is szükség van az okos telefonra letölthető applikációra, mert az autósok ennek segítségével tudják a leggyorsabban és a legkönnyebben megtalálni a szabad parkolóhelyeket a közelben. Bekukucskálhatnak kicsik és nagyok a Mikulás szobájába Pécsen. A látogatókat még körbe is vezeti a segédje. Amikor Mikulás éppen dolgozik, akkor várják a gyerekeket és vezetik körbe a lakhelyén. A Márkus Színház idén már 9. alkalommal fogadja a csoportokat a Mikulás szobájában.
Levelek az asztalon, száradó zoknik a kötélen, kiszállításra váró játékok. Ez a Mikulás szobája a Pécsi Márkusz Színházban. Idén is várják ide a gyerekeket. A Mikulás most már 9. éve beköltözik ide hozzánk a Márkusz színbe, és itt lakik körülbelül 2 héten át, amíg a környékbeli gyerekeknek meg Magyarországon viszi az ajándékokat. Itt pihen meg, itt mossa a fogát, itt teteti a rénszarvasokat, és akkor, amikor nincsen itthon, akkor meg lehet nézni a szobáját. Tárlatvezetéseket tartunk minden nap 5-kor és 6-kor, és hétvégén még délelőtt is. Gyakran kérdezik a szülők, hogy mikor lehet a Mikulással is találkozni. Azonban a vendéglátók nem akarják zavarni őt, ezért csak akkor jöhetnek a családok, ha úton van a Mikulás. Ez a mitikus, misztikus személy, akit mi Mikulásnak hívunk, ő tulajdonképpen nem kell, hogy testet öltsön, nem kell, hogy lássuk őt. Elég, hogyha hiszünk benne. Azonban rengeteg titok kiderül róla a vezetett túrán. A gyerekek bekukucskálhatnak ide a szobába, megtudhatják, hogyan jut be például minden ajtón és minden ablakon a Mikulás, milyen eszköze van hozzá, hogyan látja a gyerekeket egész évben a Mikulás, van egy hatalmas könyve. Akkor arról is mesélek, hogy melyik rénszarvasával érkezett, és hogy éppen most milyen méretű a rénszarvas, hogy éppen kicsike vagy nagy. De itt megtalálható a Mikulás írógépe is, és rengeteg játékot hozott magával, amik még becsomagolásra várnak. Ezekkel játszhatnak még a vendégek, azonban ők is hozhatnak olyan játékokat, amiket már meguntak, és még tovább lehet adni azokat más gyerekeknek. Ebbe a bőrönbe gyűjtik ezeket, és a Mikulás majd elviszi a megfelelő címekre. Ez pedig az a postaláda, ahová a gyerekek leveleit várja december 11-éig a Mikulás, amíg a Márkusz Színházban vendégeskedik Pécsen. Hétvégén már meggyújtják az első adventi gyertyát, és karácsonyig minden hétvégén egyel több lobban lángra. Az ünnepi hangulatot azonban könnyen beárnyékolhatja, ha a magára hagyott égő gyertya tüzet okoz, ami sajnos ebben az időszakban mindig több helyen megtörténik. Évente 6-7 ezer, vagyis naponta csaknem 20 lakástűzhöz riasztják a tűzoltókat. Ez a szám az adventi időszakban a duplájára is emelkedhet, hívja fel a figyelmet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Tavaly 64 ilyen eset történt az adventi időszakban, ebből 40-et gyertyák, 11-et pedig csillagszórók okoztak. Nem szabad magára hagyni az égő gyertyákat, az elhasznált csillagszórót pedig használat után vízzel kell teljesen kioltani, mielőtt kidobnánk. Persze a víz sem mindenre megoldás, ha például az ünnepi sütés-főzésnél az olaj kap lángra a tűzhelyen, akkor senkinek eszébe ne jusson vízzel próbálni eloltani. A régió híreivel folytatjuk. Nem jelentek meg az Éjjenszekszárd frakció tagjai azon a közgyűlésen, ahol az időközi önkormányzati választást megnyerő Fidesz-KDNP-s képviselő Szollár Zoltán tette le az esküjét. Ez már a többedik ilyen bojkottjuk volt. A megyei jogú város jegyzője azt mondja, mivel nem végzik el a vállalat feladataikat, csökkenthetik a tiszteletdíjukat is. Én Szollár Zoltán. Lelkiismeretemre fogadom. Ünnepélyes keretek között tette le esküjét csütörtökön délelőtt a szekszárdi közgyűlés új tagja. Szollár Zoltán beiktatásán viszont a szavazók akaratának megfelelően a választást elveszítő észtagjai nem voltak jelen, ugyanúgy, mint ahogyan a többi 54 napirend tárgyalásán sem vettek részt. Én úgy gondolom, hogy ez nem egy felelősségteljes képviselőhöz való magatartás, hogy a közgyűlésre nem megyünk el a szekszárdi választókat, akik egyébként azért szavaztak rájuk, akik rájuk szavaztak, azokat teljes egész cserben hagyták. Zaják Rita polgármesteri tanácsnok az Éjjenszekszárd tagok bojkottjával kapcsolatban azt mondta, szerinte felháborító a távol maradásuk. A képviselőknek az a dolga, hogy a munkában részt vegyenek, döntéseket meghozzanak. Olvastam, hogy előzetes egyeztetéseket az ÉSZ frakció nem folytathatott a Fidesz frakcióval, részben ez volt az indok arra, hogy nem vettek részt a közgyűlés munkájában. Szerintem az érveket itt kell ütköztetni a közgyűlésen, itt kell elmondani a véleményeket, és azután itt kell meghozni a döntést, kinek lelkiismerete szerint. Dr. Gábor Ferenc, a Tolnai megyeszékhelyi edzője stábunknak a közgyűlés után arról beszélt, hogy az ÉSZ tagjai már többedik alkalommal maradtak távol. Mindezt annak ellenére, hogy a hivatal munkatársai rengeteg időt töltöttek az előterjesztések kidolgozásával. A jegyző szerint a távolmaradók akár szankciókra is számíthatnak. A képviselőknek be kell jelenteni előzetesen a polgármesternek, hogy nem tud megjelenni,
és nyilván valamilyen indokot kellene mondani. Ezt nem tették meg, tudomásom szerint, és hogyha ezt nem teszik meg, akkor ezt nyilván szankcionálhatják a képviselők a következő közgyűlésen, és ez tiszteletdíj csökkentéssel is járhat. Bomba Gábor, az ÉSZ frakció vezetője a Facebookon közzétett közleményében azt írta, azért nem vettek részt a csütörtöki közgyűlésen, mert szerintük a kormánypárti képviselőknek egyeztetniük kellett volna velük a napirendi pontokról. Hiába maradt távol mind a hat ilyen szexártag, az ülést ettől függetlenül megtartották, a közgyűlés ugyanis határozatképes volt. A képviselők kiemelt témaként tárgyaltak arról, miként tud az önkormányzat a kormány kérésének eleget téve spórolni az energiával. Az ennek kidolgozására létrehozott munkacsoport azt javasolta, hogy kapcsolják le a közvilágítás minden második lámpáját. Máté Péter viszont módosítót nyújtott be, mert szerinte ezzel jelentősen romlott volna a helyiek komfortérzete, és az elért megtakarítás sem lenne jelentős. Ehelyett csak a bevezető utakon korlátozzák a világítást, és más módon takarékoskodik a város. Ami nagy költséggel jár, a távfűtés, a múzeum főépületének a távfűtése, azt tegyük temperálóra, és a múzeumi dolgozók azok vagy home office-ban, vagy a Babits Mihály Kulturális Központban tudnak dolgozni, valamint a múzeumot ne zárjuk be, tartsuk nyitva. Az utcáról kabátba bemenő ember ezt a temperáló hőmérsékletet teljesen jól kezelheti. Emellett a könyvtárban is bevezetik azt a rendszert, ami korábban is működött ott egy ideig, vagyis hogy a kölcsönzési igényeket előzetesen veszik fel a dolgozók, és bizonyos időpontokban adják át a kiadványokat. A közgyűlés legközelebb várhatóan december közepén ülésezik újra Szekszárdon. Javában zajlik a fenyő kitermelése a somogyi ültetvényeken. A termelők elsősorban az üzemanyagár emelkedések miatt 15-20%-kal többet kérnek a karácsonyfáért. Kérdés egyelőre azonban, hogy ez hogyan jelenik majd meg a kiskereskedelmi árakban. Folyik a munka ezen a fenyőfa telepen, Berzence és Csurgó között. Már a karácsonyra készülnek. Közel 10 000 fát vágnak ki, majd juttatnak el a piac különböző részeire. Két hete kezdődött a gyökeres fenyők kitermelésével, mindig ez az első lépés, utána a nagyobb fák következnek, és aztán egyre kisebb méretűek. Hát jó ütemben haladunk, annak ellenére, hogy az időjárás az most per pillanat nem a legkedvezőbb, de folyamatosan termelünk kifelé. 50 hektáros területről vágják a karácsonyfának valót. A lucfenyő háttérbe szorul, amíg a normann és az ezüstfenyő egyre népszerűbb, mondja Szabó István. Két hete folyamatosan dolgoznak, hogy december elejétől már megvásárolhatóak legyenek a fenyőfák. Szabó István azt mondja, visszaesést nem érzékelnek a keresletben, sokan viszont inkább az utolsó pillanatra hagyják majd a vásárlást. Inkább óvatosságot mondanék, visszaesést nem gondolom, hogy tapasztalunk, mindenki egy kicsit óvatos, tapogatózó, de hát a karácsony az nem hiszük, hogy elmarad, úgyhogy valójában aki fenyőzni szokott, illetve fenyőfával foglalkozik, ez is ugyanúgy, mint bármi más, beindult és van rá kereslet. Az üzemanyag és a műtrágya drágulása miatt ugyan minimálisan, de emelkednek a fenyőfa árak is. A termelő oldalon azt kell, hogy mondjam, ilyen 15-20%-os a növekedés, ami megjelenik nyilván nem csak a műtrágya árakban, hanem az ilyen szállítási költségekben, vagy az importfenyőnél az magas euró árfolyam miatt biztos, hogy drágább lesz az ára, fuvarköltségek magasabbak, de ezek százalékosan ilyen 15-20%-ot jelenthetnek, hogy aztán a kiskereskedők mennyit fognak ebből áthárítani a vevőkre, ezt nem tudjuk, ez nyilván egyedi megoldástól is fog függeni. A legtöbb helyen már december elején megvásárolható lesz a fenyőfa. Felállították a Tolnai megyeszékhely karácsonyfáját. A 10 méteres fenyőfát Szekszárdon a Jedlik Ányos utcából vitték el a Béla király térre. A tulajdonos azt mondta, sok bosszúságot okozott már nekik ez a növény, de nagyon örül, hogy jótékony célra ajánlhatta fel. Ez a közel 10 méteres fenyőfa lesz idén a Tolnai megyeszékhely karácsonyfája. A termetes növényt Halász János ajánlotta fel a város számára. Ez előtt 30 éve lett ez a lakás, amilyen, akkor ez 180 centi magas volt. És ez lett belőle, most már megemeli a járdáknak a jobbról, balról, lépcsőt, minden, mert már baj van vele. És én szóltam a városnak, a város egyedül csöndben volt, és egyszer megcsörrent a telefon, a város főkertész asszonya, hogy hoppá, mégis kell a fa,
a karácsonyfának. A férfi azt is elárulta, hogy bár a fenyő együtt nőtt fel az unokáival, a társasház felső szintjét annyira leárnyékolta, hogy délben is csak lámpa mellett lehetett olvasni. Arról nem is beszélve, hogy szinte minden évben javítani kellett az autóbeállót, és a járda szerkezetének sem tett jót a több évtizedes fagyökérzete. A fiúk is, meg a kismenyem úgy megkönnyezték. Szerettük ezt a fa, szép volt, mutatót volt. Ezért 5-6-7 évvel még, Isten őrület, nem is gondoltunk volna erre, hogy odaadjuk. A fenyőfát még délelőtt a Béla király térre szállították, ahol egy kis faragás után be is tudták állítani új helyére. A napokban feldíszítik, így ez jelzi majd a Tolnai megyeszékhelyen az adventi időszak kezdetét és a szeretet ünnepének közelettét. Híradónk végén baranyai témáink még egyszer röviden. Megoldódott a több éves probléma, felújították a csapadékvízelvezető rendszer több baranyai településen. Idegi eredetű fájdalmak, pécsi közreműködéssel készülhet gyógyszer. Robotizált ápolás, tudományos nap az egészségügyben Pécsen. Pécsre költözött a Mikulás, megmutatják a szobáját a Márkus Színházban. Szombathajnalra sokfelé képződhet sűrű köd, amely csak lassan ritkulhat. Sok felhő lesz felettünk, helyenként kisebb eső kialakulhat, kisebb körzetekben ugyanakkor felszakadozhat a felhőzet, kisüthet a nap. A Dunántúlon feltámad az északnyugati szél. Vasárnap tartós pára, ködfoltok ismét maradhatnak keleten, északkeleten, de főként a Dunántúlon, és délen délkeleten hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Csak néhol alakulhat ki kisebb eső. A hőmérséklet hétvégén reggelente 0 plusz 2, napközben 7-9 fok között alakul. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, kellemes hétvégét, viszontlátásra!